Az akciókutatás ebben az értelemben egy nagyon tudatos és gondolkodó kritikai tevékenység, ugyanakkor magára vállalja azt is, hogy beavatkozik, és tudatosan avatkozik be, és mindig úgy próbál beavatkozni, hogy jobbá tegyen valamit, sosem rosszabbá, és nagyon figyelni kell arra, hogy ez a rosszabb áttétel ne következzen be egyébként se a kutató számára, se az érintett közösség számára. Tehát az akciókutatás, ugyan szép hosszan fejtegetem, az tulajdonképpen összekapcsolva szerintem két nagyszerű dolgot. Egyrészt az, hogy próbáljuk megérteni körülöttünk a világot, mint keressük a tudást, az ismeretet. Ugyanakkor ezt szeretnénk alkalmazni. És nem csak a fióknak, vagy a tudományos folyóiratoknak dolgozni, vagy a könyvespolcnak, hanem belépni az életbe ezzel a tudással, és élővé tenni ezt a tudást. És ezt meg csak úgy lehet, ha csinálunk valamit. Az akciókutatás annyiban különbözik, hogy tudatosan, kritikailag akarja vizsgálni, hogyha beavatkozunk, és így vagy úgy beavatkozunk, annak milyen hatásai vannak. Ez szerint a módszertanunkat újra és újra gondoljuk és igazítgatjuk. Tehát azt is állítanám, hogy az akciókutatók azok sokkal reflektálóbb kritikailag önmagukra és a saját tudósi szerepükre, kutatói szerepükre, mint az átlag kutató, aki néha, vagy nagyon gyakran úgy tűnik, elsiklik a fölött, hogy ő hogyan halt. A részvételi akciókutatás, így is szoktuk nevezni, vagy kooperatív kutatás, van egy ilyen családja és az elnevezéseknek a tudományban, az azt jelenti, mind a két szó talán érzékelteti, hogy itt bevonunk másokat is. Magunk mellé, vagy mi mellé állunk mások mellé, a helyiek mellé, és együtt csinálunk tevékenységeket. Például kitaláljuk, hogy mi is a kutatási kérdés, ami, vagy mi is az a kérdés, ami nekik fontos, őket izgatja, számukra megoldandó. És akkor ezt mi fordítjuk le, kutatási módszertanokká, elemzésekké, és próbáljuk ugye a kutatás tudomány eszközével segíteni, hogy ők is jobban megértsék a saját problémájukat, helyzetüket, és megtalálják velünk együtt a megoldást. Tehát igazából a kutató, az egy, hát ez egy nem szép magyar kifejezés, facilitátor, segítő, támogató, fejlesztő szerepbe kerül. Pont az a szép az akció és részvételi akciókutatásokban, hogy ezt teljes odaadással, szívvel is csinálja az ember, érzelmileg is kötődik ahhoz, és próbál bevonódni és bevonni, és másokat is megérinteni, ahogy ő is megérintődik. Tehát ez egy nagyon, ilyen értelemben a racionálításon és a kizárólagos távolságtartó racionálitás. Racionális, szétszedem a dolgokat, összerakom a dolgokat típusú tudományon, bőven túllép, és próbál új társadalomtudományt művelni, hogy ez az érzelmi kötődés meglegyen, és ez egyébként azért nagyon fontos, mert igazából azt mondom, hogy felelősséget vállalni így tud a kutató. Vannak területek Magyarországnak, hogy azt mondanám, ezt mi is voltunk ilyen területeken, amit totál, nem is tudom mi a jó szó, szétkutatottak, lekutatottak. Az emberek már, ha meghallják, hogy egy kutató jön és interjút akar, hogy kérdezni, akkor azt mondják, hogy ne. És itt tényleg az van, hogy az a tapasztalata nagyon sok közösségnek, hogy főleg a problémákkal küzdőknek, jönnek a kutatók, szépen felvételezik az adatokat, és aztán elmennek. Esetleg valamit visszaküldenek egy kutatási jelentést, de az általában nem a helyi közösség nyelvén íródott, már abban az értelemben, hogy ők nem a tudományos szakmai nyelvet beszélik. Az akciókutató ezzel szemben elég sok időt tölt azzal, ahogy mi is tettük több helyén Magyarországnak, hogy rendben, ha mondjuk kutatásfinanszírozást kapunk, valami finanszírozást kutatási forrásokba, akkor oda ki kell szerelni kutatói nyelven is a jelentéseket. De a közösség felé mindig legyártjuk az ő nyelvükön, az ő megértésüket segítő, és az ő problémájuk megoldását segítő módon és struktúrában az anyagokat, azokat újra megvitatjuk velük, hogy egyáltalán jól értettük meg, stb. És próbálunk utána akciókat, projekteket is egyébként. Én azt gondolom, hogy ez így bennünk van ez a vágy, hogy bármit is csinálunk, legyen az kutatás, vagy egyetemi tanulás, annak legyen tétje, hogy tényleg valami változtat, segít.
Ez mindannyiunkban benne van, azt gondolom. De mi próbáltuk szisztematikusan és időben is tartósan művelni ezt a kutatást, egyre jobban felépítve azt a bizalmat és azt a kötődést a felek között, ami alapján már elhiszik, hogy itt tulajdonképpen valami más típusú tudományos emberek, kutatók jelentek meg. Ez egy másik jellegzetessége az akciókutatásnak, különösen ha részvételi, hogy ez évekig tart. Tehát nekünk vannak terepeink, ahol 2000-ben kezdtünk dolgozni, és 2000 környékén mondjuk akkor indultak az első kutatások, és még mindig ott vagyunk, hanem is egyforma intenzitással minden évben. Tulajdonképpen itt létre kell hozni olyan demokratikus kommunikációs tereket, ahol egyenrangúnak érzik magukat az emberek, bizalom van, mindenki félelem nélkül elmondhatja a véleményét, vágyait, stb. Attól boldogabb is az élet, nem? Hogyha a problémák önkritikus elismerése mellett azért nem értékeljük le azt, ami van, amit elértünk, amit el tudunk érni. Különösen erre tenném a hangsúlyt, hogy együtt mennyi mindent elérhetünk, ha így a jó oldalainkra és azoknak az erősítésére koncentrálunk.